Sziasztok! Nézzünk bele, elhoztam nektek a Magic Lenormand kártyáimat. Nézzünk bele, mi van rád a szerelemben. Vagy rátok, szóval te rád és a lélektársaddal. Mi vár rátok a szerelemben? Mi vár rátok a szerelemben? Hát a remény vár rátok, de itt a kígyó. A kígyó az mindig azt szimbolizálja, hogy valami tényleg nagyon nagy kihívás van itt közöttetek a szerelembe, és ilyen, tényleg ilyen romantikus érzések. És azt látom tényleg, hogy a levél játszik egy szerepet, valamint azt látom tényleg a beteljesülés, valamint azt látom tényleg, hogy ebből egy komoly kapcsolat lehet, és azt látom tényleg, hogy meg kell találni a nyitját, hogy hogy is fognak a dolgok alakulni. Valamint lehet, hogy ilyen betiltja az egyik vagy a másik magának a dolgokat, és azt látom tényleg, hogy valamit el kell engedni, transformálni kell. Valami blokk van még itt közöttetek, és a hűséggel kapcsolatos. És azt látom, hogy nyilvánosan, ez egy szerencse, és itt van tényleg a szív herceged, és az univerzum is itt van veled, de itt van a félelem. Na most rakjuk ki a kártyákat. Kirakjuk a kártyákat, hogy mit is jelentenek. Négyszer kilenc az 36. Négyszer kilenc az 36. És megnézzük. Felé néz a szív herceged. Már a tudatalattiába hát betiltja magának a nyilvános kapcsolatot te veled, valamit át kell, hogy el kell, hogy engedjen, és azt látom, hogy a csillagok is itt vannak, az az univerzumot szimbolizálja, valamint itt van a szerencse. Mit látok még? A félelem, a tudatalattiába. Hogy igen, ez karmikus közöttetek, és a lelki kötődés, valamint a vonzalom, valamint nagyon sokat gondol. Te rád mit látok még? Hát azt látom, hogy az új kezdet, a csalódás. Hú, hát akkor itt újra az új kezdet, a sérelem. Valamint, hogy ebből lesz esély, és azt látom, hogy egy döntést kellene hozni, hogy milyen irányba is megy, és ez nagyon hirtelen jönnek ezek az energiák. Nézzük nálad, hát te ilyen nehézségben nézel még hozzá. Tényleg nagyon nagy nehézséget kell, hogy átlépj, hogy megérkezzél, és én azt látom tényleg, hogy nagyon nagy vonzó energia itt van közöttetek, vagy nálad is, és ez erőt ad neked, valamint azt látom, hogy bölcsesség feljön benned, hogy valami családi témát kell, hogy meggyógyítsál,
és szerintem el kell, hogy engedjed, itt van valami, minek mondják ezt, ez ilyen remény itt van, de ezt mind olyan tudatalattiba érzed. És hogy fog ez közöttetek tovább alakulni? Hát én úgy látom, hogy a hűség és a kulcs az egybe van, de itt valami komoly kapcsolatból, itt vannak az egerek. Az egerek azt szimbolizálják tényleg, hogy blokkolva van ez az egész, és én azt látom tényleg, hogy beteljesül a vágyad, igen, levelet kap, szerelmi levelet, de azt látom tényleg, hogy hát nagyon nagy kihívás, nagyon romantikusak ezek az érzések, és azt látom nálad, a szeretetben valami múltéleti dolgok, valami transformációt kell, hogy elengedj ezzel az új kezdettel, és a lélektársad, őnek ez nagy kihívás, ez egy nagy kihívás, ez egy hegy, ez nagyon, nagyon nagyot kellene, hogy lépjen irányadba, és ezen gondolkodik most majd. Ez volt az üzenet, remélem ez tetszett neked, megtaláltad magadat benne, ha így volt, szívesen írjátok be szintén a kommentbe, és írjátok be a kommentbe, ez kell, hogy tudjad a szerelembe, és nagyon örülök, hogyha legközelebb szintén velem tartotok, sok szeretettel búcsúzok tőletek, sziasztok!